Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Kunmadrasi Református templom előtt. Az előbb fejeződött egy ünnepi istentisztelet, ahol bejelentették, hogy egy nagyon szép tisztatavi templomokat megújító projekt indul. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úrral beszélgetünk. A beszédében ön személyes családi indítatásairól beszélt, hogy mennyire kötődik Kunmadrashoz az ön családja is. Gondolom, hogy ezt most nézőinkkel is meg szeretné osztani. Kunmadaras, Karcagnak testvértelepülése, szomszédunk, és annak idején ez egy Dús Sándorné édesnénénk élt itt ő hozzá. Gyakran jöttünk gyermekkoromban, és ennek kapcsán is ismertem meg alaposabban a települést. Ő mindig városnak hívta egyébként Madaras. Tehát ezek a jelentős épületek, például a templom is abból az időszakból származnak, amikor Madaras város volt. 150 évvel ezelőtt is 7000-nél több lakosa volt, és valamennyien reformátusok voltak. De látszik a nagy iskolaépület, a akkori városháza is, mind mutatják azt, hogy milyen erős település volt, amelyhez bizony nem volt túlságosan kegyes a 20. század. És én most azért is örülök ennek a felújításnak, hogy megkezdődik a templomtoronynak a rekonstrukciója, hogy ez egy megújulásnak is a kezdete egyben. A város, remélem, én csak így hívom, tehát hogy Kunmadaras meg tud újulni, és foglalkoztatásban, a reptér hasznosításában, egy önellátó gazdálkodásban, mezőgazdasági termelésben lesznek olyan lehetőségek, amelyeket eddig nem használt ki, de amelyekkel más települések már szépen haladtak. Ez egy aktívabb önkormányzatra van szükség, és arra, hogy legyen fogadókészség azoknak a pályázatoknak a indítására, amelyeket az állam meghirdet, amelyeket a vidékfejlesztési minisztérium is folyamatosan megnyit. Ez az elkövetkező esztendők teendője, és ezért fontos, hogy a mostani választáson nagy odafigyeléssel kellően körültekintő döntés szülessen. Akkor mondhatjuk elképesen, hogy az első lépést megtette most Kunmadaras az ön által elmondottak felé. Az első lépés az jól látható lesz, hiszen hamarosan megkezdődnek majd a munkálatok, és bárki, aki erre jár Karcagról, vagy az ország más részéről is láthatja azt, hogy megszépül a Kunmadarasi Református templom. Köszönjük szépen! Köszönöm! Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is itt volt ezen az istentiszteleten, és örömmel nyugtázta ön is, hogy egy nagyon szép projekt indul. Igen, egy nagyon hideg templomban egy nagyon szép projekt fog elindulni, amivel nagyon remélem, hogy a következő hónapokban 8 olyan templom újul meg, 3 katolikus, 5 református, amelyre már igencsak ráfér a felújítás. Ez a munkahelyet teremt, segít az építőiparnak, az itt élő embereknek, bővíti a szolgáltatási lehetőségeit, és abban is bízok azért, hogy hát szellemileg, lelkileg is megújul ez a régió ezen a beruházáson, ezen a fejlesztési programon keresztül, mert hát az is csak igen-igen ráfér az országra. Reméljük, hogy így lesz, és reméljük, hogy akkor legközelebb majd arról is beszámolhatunk, hogy a templomok fűtése is elindulhat, hiszen most megszépülnek, és akkor utána pedig a következő projektben remélhetőleg belülről is. Abban reménykedem én is, hogy a felújítás kapcsán majd jut egy pár forint arra, hogy a fűtést is megoldják ebben a templomban. Azt kell mondanom, hogy nagyon szép ünnepség volt, mert én az elmúlt 24 év alatt ennyi embert nem láttam még a Madarasi templomban. Megtelt a templom. Mindenhol ültek, nagyon sok gyerek, fiatal, idősebb is, olyanok, akiket tényleg még a templomba, vagy még a környékén is ráadott az ember. Úgyhogy jó érzés volt nagyon. Valahogy az a folyamat, ami Madarast az elmúlt években érintette, az a depresszió, buskomorság, lehangoltság, most minthogyha elkezdene megfordulni, és ez egy nagyon jó érzés. Reméljük, így lesz. Jó munkát kívánunk önnek. Köszönöm szépen.